1944. március 19-én, azaz holnap lesz 80 éve, hogy Németország megszállt a Magyarországot. Szakály Sándor Veritas történetkutatóintézet és is vezetője a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 39-ben tulajdonképpen Európa jelentős része elesett a németeknek. Uralmuk alá hajtották Magyarországra, jönnek még a menekültek, lengyelek, zsidók is menekülnek ide bit találnak biztonságot, aztán 44. március 15-én Hitler hivatja Hortit a Kleszheim-i kastélyba, hogy valamiféle, valamit lenyomjon a torkán, valamilyen ajánlatot ráérőszak, hogy mit akart Hitler elérni, tanár úr? Gyakorlatilag az, hogy Magyarország végsőkig kitartson Németország mellett, és a teljes magyar gazdasági, katonai és egyéb potenciál a német birodalom rendelkezésére álljon, hiszen a németeknek a tudomására jutott egyrészt az, hogy 43. szeptember 8-áról 9-ére viradóra egy magyar diplomata, ha szabad így mondani, átvette azokat a feltételeket a brit megbizottaktól, amely azt jelentette, hogy amennyiben nyugati hatalmak csapata érik el Magyarországot, Magyarország kilép a háborúból. A németek ezt természetesen elfogadhatatlanak tartották, ugyanis az időpont ráadásul egybeesett azzal, amikor a Muszolini utáni Olaszország kivált a háborúból, hiszen a, a nyugati szövetségesek ugye Sziciliában, illetve az olasz csizma sarkán voltak akkor már, és félő volt az, hogy vajon Magyarország mit tesz. A másik pedig Hitler számára elfogadhatatlan volt az a politika, amelyet a magyar kormány, vagy nevezetesen a miniszterelnök is egy darabig egyben, külügyminiszter Kálai Miklós folytatott amely arra ö, helyezte a hangsúlyt, hogy lehetőség szerint minél kisebb részvétel a világháborúban, és a belpolitikai helyzetet valamilyen formában konszolidálni. Ha belegondolunk, 43 áprilisában, az egy évvel előtte is Hitlernél jár Kleszheimben Horti Miklós, ahol Hitler követeli úgymond a zsidó kérdés megoldását, hiszen ha belegondolunk... Az a tömeges deportálás. Így van, sokat hiszen ha belegondolunk, a megszállt Európában gyakorlatilag egyedül Magyarország az az állam, ahol mindenféle korlátozó intézkedés ellenére a zsidóság életbiztonsága garantált. Nem csak az itt élők, hanem az ide menekültek is. Ez a németek számára elfogadhatatlan volt. És a másik pedig az, hogy Ugyanekkor még nem lehet kiválni a háborúba, azért ne feltkezünk meg, hogy 44 márciusában hol vannak még a szovjet vörös hadsereg csapatai, vagy hol vannak még a britek és az amerikaiak, de egy, egy vonakodó, vagy egy bizonytalan csatlós, egy fogalmazott egy amerikai követ, ugye vonakodó csatlósnak nevezte Magyarországot, egy pozitívan írt Magyarország szerepéről ebben az időszakban, az a németek számára elfogadhatatlan volt, és a németek gyakorlatilag Horti Kleszenbe hívás előtt összeállítottak már egy, jegyzőkönyvet, kvázi vagy egy megállapodást, hogy mi történik, ha ö, kimegy a kormányzó és elfogadja a feltételeket. Német csapatok bevonulnak, a magyar honvédséget német alá helyezik, a zsidó kérdést megoldják, és lehetne sorolni még ezeket, amit egyébként a kormányzó nem írt alá és nem fogadott el március 18-án. Március 19-ig egy vasárnapra esett, aznap nem jelentek meg újságok. De 20-án sem, és 21-én sem. Megnéztem a magyar iroda híreit, az MT sem adott ki híreket ezen a két napon. Hogyan értesült a magyar lakosság arról? hogy Még, német megszállás. Hát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy meglepetéssel, és hát az hozzá kell tenni, hogy a Tiszái nyomulnak előre német csapatok, vagy vonulnak be, tehát a Tiszán túl, és az észak keleti országrészek nem kerülnek ekkor megszállás alá, de mindenhova minden településre bevonulnak. Tehát mindenütt meglepetéssel tapasztalják azt, hogy itt jönnek. Vannak arra példák egyébként, hogy Nyugat-Magyarországon egy csendőr jár, hogy fel akarja tartóztatni őket, hogy mit keresnek itt, hát honnét jönnek, vagy ismeretes újvidéken, ugye van egy kis fegyveres összetűzés is, de gyakorlatilag gyakorlatilag szembesülnek az, hogy itt vannak. És már ez ugye 18-án éjszaka, tehát nem 19-én hajnalra vagy reggelre már itt vannak, de 18-án éjjel már Bicskénél, Ceglét, kirakodnak a németek. Mi változott meg másnaptól 19-étől? Én azt hiszem, hogy minden, gyakorlatilag Magyarország az én felfogásom szerint alapvetően egy erősen korlátozott szuverenitású országá vált, minden döntés és minden történés csak akkor következhetett be, ha a németekhez hozzájárultak. Tehát gondoljunk abba bele, hogy eh, amikor a kormányzóval tárgyal Hitler, és előtte a németek megfogalmazzák az igényt, hogy milyen kormány álljon föl. Imrédi Dibélát javasolnák miniszterelnöknek, Rácz Jenőt, Ruszka Jenőt, Baki Lászlót és másokat a kormány tagjének. Ezt a kormány, ez a kormányzó nem fogadja el, és van egy ez húzabona. Érzelmű baki Ezek eh, 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 részben a nyilasokat annyiban lehet egy kicsit kivenni, hogy a németek a nyilasokra a tesznek már abban az értem, vagy amikor kitarta, hogy kitartásról van végsőkig szó, a németeknek sem ők voltak a kedvencei, hogy így fogalmazok. Ekkor megfelt volna az a szélső jobboldali politika, amelyet adott esetben Imre Béla a volna, de a kormányzó ezt nem volt hajlandó elfogadni, és jött egy sajátos húzavona. Ha belegondolunk, 19-én március 19-én Kállai Miklós és kormánya lemond, okay. és 22-én alakul meg az új kormány, függetlenül attól, hogy most papíron még Kállai lehet, addig miközben a török követségre menekülne, hogy a németek letartóztassák. Ez a bizonyos Wiesenmeier nevű német kormányzó mikor lát munkához? Mikor... március 19-én ő megérkezik. Tehát nagyon érdekes. Jagov, a német követ, aki addig a birodalmat képvisel, és úgymond az első számú vezető, Belentkezik a megérkezett kormányzónál, és megvannak az iratok, ami jelzik, hogy Jagov menjen majd oda, jelezze az Főnek, hogy az ő követi megbizatása megszűnt, és vézen már az, aki átveszi itt be vagy nem idézelbe a hatalmat, aki birodalmi tájhatalmú követ és birodalmi tájhatalmú megbízott, aki egyébként talán furcsa ez a kifejezés, de magyar ügyekben eléggé tájékozott. Hiszen ő az, aki többek között utal arra, hogy a, az az elképzelés, hogy a megszállásban román és tovább csapatok is netán horvátok vegyenek részt, ezt nem kellene megtenni, mert ő úgy, úgy fogalmaz a Birodalmi Biztonsági főhivatalnak egy anyaga, hogy akkor Magyarországon egy olyan népfront alakul neki, ami az illegális kommunistáktól a nyilasokig tartani, és lenne egy jelentős ellenállás, ami egyébként... Nem lehetett volna jelentős ellenállás, mert a magyar erő nem volt arra alkalmas a magyar honvédség, hogy itt ténylegesen fegyveres erő legyen, segítséget se nem kapott volna. Tehát értelmetlen is lett volna ellenállni. Én azt tudom mondani, hogy vérfürdő lett volna. És gondoljunk bele, hogy nincs aki segítsen. Senki nincs a körülöttünk. Úgy fogalmazott egy kollégám nagyon jól, hogy megszűnt a kisantant, ami úgy a francia közreműködéssel jött létre, de helyette létrejött a német kisantant. Szlovákia, Románia, Horvátország és a megszállt Szerbia. Szakály Sándor, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.